Az új tanév új lehetőség a politika és az intézmény fenntartó számára is, hogy mindent jobban csináljon. Balogh Zoltán miniszter mondta ezt a nemzeti tanévnyitón. Galló Istvánnét pedig arról kérdezem, hogy mennyi esélyt lát mostanában erre. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én azt gondolom, hogy a kollégák nagy várakozással tekintenek ennek a tanévnek az elejére különösen, hogy azok a ígéretek, amelyek itt a tavasz folyamán a kormány részéről megfogalmazódtak, azok most hogy válnak valóra? Hiszen a tavasz folyamán azok a pedagógus megmozdulások nagyon komolyan ráirányították a figyelmét a döntéshozóknak, hogy a köznevelés rendszere nem jól működik, változtatni kell rajta, bizonyos változtatásokat meg is tettek, na de hogy ez hogy fog működni, ezt most mindenki várakozik. Milyen változtatásokat tettek meg, amit elfogadnak, hogyha amennyiben praktikusan működik, akkor itt tulajdonképpen tovább is lehet lépni a következő programpontra? Hát ugye azért azt tisztázzuk, hogy az alapkérdés, ami az intézmény fenntartást illeti, ez az állami fenntartás, ebben nincs változtatás, sőt, január 1-től egy olyan konstrukciót vezetnek be, aminek az igazi működését nem fogjuk látni, de az teljesen biztos, hogy ez továbbra is, ugyan nem egy helyen a Klibeszberg intézményfenntartó központban, hanem 58 tankerületben, de valamilyen módon központosítja a közoktatást. Tehát azért ezt mi nem tudjuk támogatni, hogy ez aztán hogy fog működni, és azok a hibák, azok a súlyos problémák, amik a klikkel voltak, ezek megismétlődnek-e vagy sem, erre most nem lehet semmit sem mondani, ennek az egész átalakításnak a nagyon pontos, részletesen kidolgozott dokumentumát nem ismerjük, csak tájékoztató, szóbeli tájékoztatókból tudjuk, hogy itt egy ilyen változás lesz. Amit mi és a szakszervezet, illetve a sztrájkbizottság kért, abban vannak apró lépések, persze hát még azért elégedetlenek vagyunk itt. Elsőnek a tananyag csökkentést, mert ugye az iskola mégiscsak a gyerekről szól, és a tananyag csökkentésről és a gyerekek terheiről beszéljünk. Ezt megértette a kormány, és ezzel kapcsolatban tett is lépéseket, ugye most bevezetik az első-második osztályban a rugalmas tanmenetet, amit már honlapon olvasható, de mégis elégedetlenek vagyunk vele, és azért vagyunk elégedetlenek vele, mert ennek nincs meg a jogszabályi háttere, konkrétan a nemzeti alaptanterv előírásai, amit ugye nagyon kritizált annak idején a szakma szakszervezetek, illetve a köznevelési törvény nem módosították. Azzal, hogy most egy honlapon olvashatók ezek a rugalmas tanmenetek, és ezt választhatja a pedagógus, és ez valóban kevesebb tananyagot tartalmaz a gyerekek számára, több lesz a gyakorlási idő, ez mind üdvözlendő, csak ennek a jogi háttere nincs meg. Meg nagyobb rugalmasságot adnak az elszakadásra is, igen. Tehát a pedagógusnak nagyobb szabadsága lesz abban, hogy bizonyos mértékig mást vagy mást is tanít. Igen, csak ennek, hogy ő ebben a szabadságával élhet, ez nincs jogszabályban rögzítve. Most úgy tűnik, hogy ez kötekedés, hát mégiscsak a gyerek a fontos. Hát persze, hogy a gyerek a fontos. Ami ma, én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát okozza a rendszerben, az a szakképzés. Ugye a szakképzés átalakítása, aminek tehát nem vitatjuk azt, hogy a szakképzéshez hozzá kellett nyúlni, de ilyen rapid módon és ilyen gyorsan ezt az átalakítást megcsinálni, ez látszik, hogy itt azért nagyon súlyos hiányosságok vannak. Ha más nem mondok, a kerettantervek, amelyek alapdokumentumai a tanításnak, akár a közismereti, akár a szakmai kerettantervek nagyon későn jelentek meg. Na most erre egy néző azt mondja, hogy és akkor mi van, de megjelent. Ha megjelenik egy kerettanterv, azzal az intézményben a pedagógusoknak dolga van. A kerettantervből kell az ő helyi tantervét, tanmenetét elkészíteni. Az nem egy félperces munka. Na most, miután ezek ilyen későn jelentek meg, és változásokat tartalmaznak, azt mondom, hogy nem volt kellő idő ennek a megismerésére és ennek az alkalmazására, tehát ez probléma. Na most lesznek, sok minden változik. És hát ez azért azt gondolom, hogy még az oktatáshoz olyan mélységekig nem értő valakinek is feltűnik és felkapja a fejét arra, hogy itt bevezetik a komplex természettudományi tárgyakat, de annak nincs se tanterve, sem tankönyve.
és a pedagógusokat erre a feladatra nem készítették fel. Ugye itt azért nem arról van szó, hogy egy évig csak földrajzot fog a gyerek tanulni, egy évig csak biológiát, egy évig csak fizikát, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezeknek a tárgyaknak az összefüggéseit kell ebben a komplex természettudományi tantárgyban megtanítani a gyerekeknek, a természettudományi szemléletet kialakítani, és hát ehhez azért nagyon jó tankönyv kellene, és erre a pedagógusokat is fel kellene készíteni. Mert hogy most azt várná el tőlük ez a hirtelen változó rendszer, hogy a biológia tanár, aki eddig akár egy szakos biológia szakos volt, vagy a másik szakja nem természettudományos volt, az hirtelen kémiáról is, meg fizikáról is, meg földrajzról is tanítson a gyerekeknek? Igen. Röviden erről van szó. Ez hogy megoldható két hét alatt? Nem tudom megmondani, ezt ne tőlem kérdezze meg a szakmát erről. De még egyszer mondom, mi nem vitatjuk, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a 21. században igenis kell, hogy az intézmény, az iskola, az oktatás a gyerekeknek bizonyos kérdésekben ilyen átfogó képet adjon, szemléletet alakítson ki. Erre például ez a tantárgy ragyogó lenne, csak ezt igazán ki kellett volna dolgozni, és annak a lehetőségét is meghagyni, akik egy-egy tantárgyban jobban el akarnak mélyülni, mert a továbbtanulási szándéka miatt neki az fontos, akkor erre is legyen lehetőség. Lehet, hogy erre azt mondanák a rendszer átalakítói, hogy aki jobban el akar mélyedni egy-egy ilyen természettudományos tárgyban, az menjen gimnáziumba, és ott válassza ezt a szakot. Nem biztos, hogy ez a jó válasz rá. Mert akkor, amikor ez kérdésként részünkről is felvetődött, és többek részéről felvetődött, akkor volt olyan válasz is arra, hogy hát ha abban az intézményben éppen nem tanítanak fizikát, akkor menjen át egy másik intézményben vendéghallgatónak fizikaórát hallgatni, ami természetesen kivitelezhetetlen. Szóval, hogyha egy rendszer kialakításában első pillanattól kezdve vannak ilyen aggályok, meg félelmek, meg hibák, akkor erre nem az a válasz, hogy akkor menjél el gimnáziumba, hanem az a válasz, hogy talán végig kellene ezt az egészet gondolni, és ahogy mi is kértük. És meg kell mondjam, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar is ezt támogatta, hogy halasszák el a szakképzési rendszer átalakítását legalább egy évvel, hogy ezt kidolgozzák. De ez nem fog megtörténni. Ez beindul, és akkor mint szakszervezet és érdekvédelmi szervezet, akkor ennek a munkaügyi következményeiről is kell beszélnem, egészen pontosan nem tudjuk, hogy ez az átalakításnak milyen munkaerő vonzata van, hol lesz felesleges pedagógus, hol lesz hiány a pedagógusban, mert itt nem csak arról van szó, hogy itt egy természettudományi tárgyat fognak tanítani, hanem arról, hogy a közismereti tantárgyaknak az óraszámát csökkentik, és a szakmai tantárgyaknak az óraszámát növelik a szakgimnáziumokban. Na most akkor, amikor ezt kidolgozták, akkor mi nem láttunk a dokumentumot arra vonatkozóan, hogy ennek a munkaügyi hatása milyen lesz. Hol lesz felesleges pedagógus, hol lesz hiány pedagógusban. Ez pedig egy alapkérdés, mert bármilyen csodát megálmodok, hogyha ahhoz nincsenek meg például a személyi feltételek, akkor ezt hogy tudom megcsinálni? És hát rengeteg más kérdés is van, amire nem lesz sorban mind időnk, úgyhogy gyorsan összefoglalom, amivel kapcsolatban mind a pedagógusok szakszervezete, meg a tanítanék mozgalom hosszú listákat között, hogy minden valósult meg, vagy nem kaptak rá valódi választ, arra, hogy hogyan részesülhetnek majd órakedvezményben például az osztályfőnökök. Bocsánat, erre rögtön hagyj reagáljak. Ezt én egy komoly eredménynek tartom, hogy a pedagógusok sztrájkbizottsága ezt a javaslatot, amikor megtette, ezt elfogadták. Az osztályfőnökök, a munkaközösségvezetők heti két-két órát, a diák önkormányzatot segítő kollégák pedig egy óra munkaidő kedvezményt fognak kapni. És akkor innen ezt be is fejezhetnénk azzal, hogy hurrá, nagyon jó. A probléma az, hogy ezzel kapcsolatban megjelent a kormányrendelet, ami ezt mégsem egyértelműsíti, és most az intézményvezetők, nem egyszer még a tankerületi vezetők is ott állnak, hogy értelmezniük kell a jogszabályt, mert számukra ez nem egészen tiszta, hogy ez a munkaidő kedvezmény hogy adható ki. Tehát végül is még abban sincsen meg a konkrét eredmény, amiben úgy tűnik, hogy megegyeztek. Van még számtalan másik kérdés, a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása, az oktatónevelő munkát segítők bérhelyzete, a
ugye erről beszéltünk, ami a szakképzésre vonatkozik, a központosítás fennmarad, a tanítani kiadta a listáját, nincsen tanszabadság és szabad tankönyvválasztás, változatlanul nem áll helyre az intézményi autonómia, nem csökkentek érdemben a tanulók és a pedagógusok terhei, nem volt megfelelő informatikai fejlesztés, és erről sincsen megállapodás, és így tovább, és így tovább. Lesz további tiltakozás, vagy akkor hogyan lépnek tovább? A pedagógusok szakszervezete és a sztrájkbizottság folytatni fogja a tárgyalásokat, mert mint szakszervezetnek nekünk ez a dolgunk. Különösen azért, mert az a 25 pont, amiről mi a tavasz folyamán tárgyaltunk, ott azért elég sok lezáratlan, elvaratlan kérdés van. Palkovics László államtitkár ígéretet tett arra, és ő is igényli, hogy ezek a tárgyalások folytatódjanak. A tárgyalások eredménye természetesen kihat arra, hogy erre milyen reakciókat vált ki a pedagógusokból, vagy a szakszervezetek, vagy akár a civil szervezetek úgy gondolják, hogy a tárgyalás sikeréhez hozzá tartozik, vagy segíteni fogja esetleg egyéb akciók megszervezését. Ez nem most és ebben a pillanatban fog eldőlni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást. Ismét híradó következik, aztán térjenek vissza hozzánk.